Határmenti pályázatok. A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna közös gazdasági, szociális, környezetvédelmi és kommunikációs fejlesztéseit szolgáló keret 73,9 millió euró ebben az uniós ciklusban. Navablak Tiszavasváriban. Az állampolgárok jelenleg már több mint 1500 ügykörben járhatnak el a kormányablakokban. Ehhez kapcsolódik ezentúl további 89 adóhatósági ügytípus. Adomány érkezett, egészségügyi felszereléseket kapott ma az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezete. Megjelentek a határon átívelő uniós programok pályázati felhívásai az úgynevezett ENI programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna közös gazdasági, szociális, környezetvédelmi és kommunikációs fejlesztéseit szolgáló keret 73,9 millió euró ebben az uniós ciklusban. A pályázati lehetőségekről a határmenti térségekben tartanak tájékoztató előadásokat. Ma Nyíregyházán a Megyeházán ismertették a pályázati csomagot. Idén februárban és májusban már megjelent a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési programban két pályázati felhívás, amelyre szeptember közepéig várják a pályázatokat. Két pályázati felhívás álló nagy közönség rendelkezésére. Az egyik infrastruktúrális beruházások létesítésére vonatkozik. 22 millió euró áll rendelkezésre, illetve a másik pályázati felhívás keretében ugyancsak 22 millió euró. Itt mindenféle korlátozás nélkül az összes beavatkozási területre lehet pályázni. Az úgynevezett ENI-ben 15 alapprogramot hagyott jóvá az Unió. 73,9 millió eurós keretből finanszírozzák a négy ország közös törekvéseit. A beavatkozási területeket és a fejlesztési irányokat a résztvevő országok igényeihez igazították. Prioritás a gazdaság és infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem, a szociális ellátórendszer, az egészségügy, a kommunikációs hálózatok és rendszerek kialakítása és fejlesztése. Nagyon fontosnak tartom azokat az együttműködéseket, amelyek egy emberek közötti kapcsolatokat jelentenek, testvértelepülések, partnertalálkozók, tehát ez is nagyon fontos, ez sokszor talán nem tűnik olyan kézzelfoghatónak, mint egy megvalósult akár hulladéklerakó, vagy egy közműfejlesztés, mert ugye ilyen tervek is vannak. Hulladékgazdálkodásban is tervezünk együttműködést, illetve beregszászi vízellátás fejlesztésében. A program irányító hatósága a miniszterelnökség, a szakmai titkársága is magyar oldalon van, amely segíti a pályázókat. A kedvezményezettek, önkormányzatok, non-profit szervezetek, intézmények és civil szervezetek a 12, 24 és 36 hónapig tartó programokat előfinanszírozzák, és 2024-ig valósulhatnak meg. Az EU-nyi határrendészeti kirendeltség 53 határrendésze ellen emelt vádat a debreceni törvényszék katonai tanácsánál a központi nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt, közölte a szervezet vezetője az MTI-vel. Keresztes Imre azt írta, a határrendészeket az előnyért hivatali helyzettel visszaélve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével vádolják. A vádirat szerint a záhonyi közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői szolgálatot ellátók rendszeresen kértek és fogadtak el eurót a Magyarország területéről kilépő külföldi állampolgároktól. A pénzösszegek változóak voltak, alkalmanként 20-400 euró. A legtöbb bűncselekménnyel vádolt határrendész 30 cselekményben érintett. A vádlottak beosztotti állomány kategóriába tartoznak, vezetőbeosztású vagy tiszti rendfokozatú rendőr nincs köztük, hangsúlyozta a nyomozó főügyészség vezetője. A minősített vesztegetés 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kezdetben 26-an előzetes letartóztatásban voltak. A kényszer intézkedést legkésőbb 9 hónap elteltével lakhely elhagyási tilalommá enyhítette a bíróság. Jelenleg valamennyi vádlott szabad lábon védekezik, olvasható a közleményben.
Az országban elsők között Tiszavasváriban is működik ezentúl NAV ügyfélszolgálat a kormányablakban. Az állampolgárok jelenleg már több mint 1500 ügykörben járhatnak el, ehhez kapcsolódik ezentúl további 89 adóhatósági ügytípus. Tiszavasváriban hetente háromszor, 4 órában várják majd az ügyfeleket. Plakát is jelzi a NAV ügyfélszolgálat elérhetőségét Tiszavasváriban. Az adóhatóság ezentúl a kormányablakban várja ügyfeleit. Már az első napon népszerű volt a NAV ablak, 15-en vették igénybe az új szolgáltatást. Összesen 89 ügytípusban kérhetik a hatóság szakembereinek segítségét, ilyen például az adókártyaigénylés, a különböző változásba jelentő adatlapok kitöltése, valamint a személyi jövedelemadóval kapcsolatos teendők ellátása. 2018 elejére várhatóan még további 3 megyei helyszínen várható megjelenés. Nagykáló, Ébrány, illetve Záhony településeken várható előzetesen. Itt még az előkészületek, egyeztetések folynak, de úgy gondolom, hogy a kormány határozatban megfogalmazott határidőre meg fogjuk tudni valósítani ezeket a helyszíneket is, mint megjelenést. 2018 végére a tervek szerint országos szinten összesen 91 helyszínen működik majd NAV ügyfélszolgálat a kormányablakokban. Itt Tiszavasváriban hetente 3-szor, 4 órában várják az ügyfeleket. Korábban az adóhatóság kirendeltsége működött a településen heti 3 órában. A tiszavasvári járás 2 kormányablakában hetente 1000 ügyfél is megfordul. A NAV ablak megjelenésével arra számítanak, még több állampolgár intézi majd itt az ügyeit. Tiszavasvári járásban mindig első helyen jártunk a különböző fejlesztések terén, hisz Tiszalökön és Tiszavasváriban is a kormányablak az első körben valósult meg. Most a mostani vonatkozásban pedig az, hogy ugye NAV-os ügyintézés a kormányablakban szintén első körös, hisz az ország 12 kormányablaka közül mi vagyunk az egyik, aminek nagyon örülünk. A kormányablakok kialakítása évekkel ezelőtt elindult, közölte a térség országgyűlési képviselője. Vinnai Győző hozzátette, ezzel a bürokrácia csökkentés és a gyors ügyintézés minden állampolgár számára elérhetővé vált. A kormányablak rendszert azért vezette be a kormány, amikor létrejöttek a kormányhivatalok, az első olyan nagy program volt, hogy egy helyen minél több ügyet lehessen intézni, akkor 29 ügykörrel indult, és most néhány év eltelte után 1575 ügykörben lehet konkrétan elintézni ügyet a kormányablakba. Én azt hiszem, hogy ez nagy siker, mert egy integrált kormányablakban sok mindent el lehet intézni, közelebb kerültünk az emberekhez, ügyfélkapu rendszert lehet kialakítani, tehát interneten is lehet elintézni ügyeket, de az emberek egy része azért mondjuk meg őszintén a személyes ügyintézésben bízik. Pest megye után Szabolcs-Szatmár-Berekben működik a legtöbb kormányablak hazánkban. Minden járásban és több településen is, összesen 21 helyen érhetik el a szolgáltatást az állampolgárok. Az intézmények kialakításánál fontos volt az egységes arculat és a teljes körű akadálymentesítés, így mozgás, hallás és látás károsultak egyaránt könnyen intézhetik ügyeiket. Egészségügyi felszereléseket kapott ma az ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezete. Az eszközök Bajorországból egy kárpátaljai származású orvosprofesszor segítségével érkeztek. A felszereléseket 13 megyei kórház között osztják majd szét. A Záhony-Csapi magyar-ukrán határállomásra gördült be az a kamion, amely mintegy 2 millió euró értékű kórházi felszerelést, egyebek mellett kórházi ágyakat és műszereket szállított Bajorországból. Az adományt az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai megyei szervezetének Grezsa István kormánybiztos adta át. A támogatás nem csak a határon túlélő 150 ezres magyar kisebbséget, hanem az ukrán nemzetiségű többséget is segíti majd. Mi már évek óta Magyarország kormánya és a kormánybiztosságunk is mindent elkövet, hogy az időnként igen szomorú egészségügyi általános viszonyok ismeretében minél több helyen próbáljunk támogatást nyújtani. Ezért az elosztásban egy nagyfokú helyismeretünk van, és csak ismételni tudom, hogy abban a szerencsés helyzetben van a magyar-magyar összefogás révén a kárpátaljai magyar politikum, hogy többek között a megyei egészségügyi vezetőhelyettes Bíró Erzsébet főorvos asszony, akivel mi régóta jó kapcsolatot ápolunk, és az ő közvetlen szakmai javaslatai alapján kerestük meg azokat a járási és megyei kórházakat, ahol bizony ezeknek az eszközöknek a híján vannak manapság. Az eseményen Viktor Mikulin, Kárpátalja megye kormányzó helyettese köszönte meg az adományt.
Ukrajnában jelenleg egészségügyi reform zajlik, így a most érkezett kórházi eszközök még erőteljesebben biztosítják majd a szakszerű orvosi ellátást. Az elosztást olyan alapon végzik, hogy milyen kórháznak milyen jellegű segítségre van szüksége, hol milyen betegek fekszenek. Lényegében egy erre a célra létrehozott munkacsoport és a Kárpátalja megyei Vöröskereszt felelős azért, hogy hogyan lesz elosztva a szállítmány. Az adomány, amely 13 kárpátaljai kórházba jut el, Szabad Ferenc, Bajorországban élő, kárpátaljai származású orvosprofesszor és Thomas Habermann, CSU képviselő szervező munkájának következtében érkezett Csapra, és a szigorú vámszabályok ellenére a gyors ügyintézésnek köszönhetően akadály nélkül lépte át a magyar-ukrán határt. A tervek szerint a jövőben nem csak kárpátaljai, hanem hazai kórházak is számíthatnak majd bajor segítségre. Baleset történt tegnap este Nagykálló belterületén. Egy motoros elé hajtott egy személygépkocsi vezetője, aki nem állt meg a stop táblánál. A motoros súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Munkahelyi óvoda épül a Nyíregyházi Józsa András oktatókórház területén. A beruházásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Császárbajszú tamarin ikrek születtek a Nyíregyházi állatparkban. A csöpségek idejük nagy részét még anyjuk hátán töltik, de a csapat minden tagja besegít a nevelésükbe, még az apróságok hordozását is átvállalják. A nyári holtszezonban megszokott módon nagy üzem van az MLS megyei igazgatóságán. A nevezési határidő július 7-én jár le, az átigazolási időszak pedig augusztus 31-éig tart. A 2017-2018-as szezon augusztus 5-én a Magyar Kupa selejtezőjével rajtol, a bajnokság pedig az augusztus 12-13-ai hétvégén kezdődik. Munkahelyi óvoda épül a Nyíregyházi Józsa András oktatókórház területén összesen 320 millió forintból. A 75 férőhelyes intézmény kialakítását támogatja a belügyminisztérium, de önkormányzati önerőt és pályázati forrást is igénybe vesz a kórház. Igény van az óvodára, jelenleg mintegy 400 kisgyermekes szülő dolgozik a Józsa András oktatókórházban. Már javában zajlik a beruházás a Józsa András oktatókórház területén, munkahelyi óvoda épül. Az önkormányzat is támogatja az építkezést, az ünnepélyes alapkőletételen a város alpolgármestere kiemelte. Az elmúlt másfél év munkájának eredménye, hogy az intézmény felépülhet. Urik Attila hozzátette, a képviselőtestület egyhangulag támogatta az anyagi hozzájárulást. Több mint 100 millió forint önerőt biztosított Nyíregyháza, mondjuk a város önkormányzata, hogy ez az óvoda megépülhessen. Ugye egy régi adósságot pótolunk ezzel lényegében, mert még az elmúlt rendszerben megszűnt az itt lévő óvoda, és most amikor lehetőség nyílt arra, hogy az állammal együttműködve, a magyar kormánnyal együttműködve új óvodát építsünk, akkor lényegében ezt a helyet jelöltük ki arra, hogy egy óvika itt megépüljön. A tervek szerint a legszebb és legmodernebb óvoda épül most Nyíregyházán, hangzott el az ünnepségen. A 75 férőhelyes intézményben tornaszobát, sószobát és logopédiai foglalkoztató helyiséget is kialakítanak majd. A munkahelyi óvoda igényéről felmérést készítettek a kórházban, erre alapozva indították el a beruházást. Adorján Gusztáv főigazgató beszédében kiemelte, az intézmény kialakítása azt is segíti majd, hogy a kórház dolgozói, ha szeretnének, szülés után minél hamarabb újra munkába állhatnak, és biztonságban tudhatják majd gyermekeiket. Egy felmérést csináltuk, akkor 285 jelentkező lett volna azonnal. Most egy olyan számot tudok mondani, hogy jelen pillanatban a kórházunkban 400 olyan szülő van, akinek kiskorú gyereke van, 3-6 éves korú kis gyerekei vannak, tehát, és ez a szám gyakorlatilag egy 375 igény lenne tulajdonképpen. Az óvodáskorú gyermekek elhelyezésénél a szülők elsődleges szempontja, hogy a munkahelyükhöz minél közelebbi intézménybe járjanak a gyerekek. Ezért is támogatja a kormány a munkahelyi óvodák kialakítását, közölte a család és ifjúságügyért felelős államtitkár Nyíregyházán. Mi a családokat helyezzük a középpontba, a családokat helyezzük a gondolkodásunk és az intézkedéseink, a lépéseink középpontjába. Márpedig, hogyha a családokról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb dolog a családok számára a biztonság. Novák Katalin hozzátette, a gyerekeknek 3 éves
éves koruktól kezdve kötelező óvodába járni. Az intézményi szolgáltatás pedig a szülők több mint 99%-a igénybe veszi. Ezért is van szükség az új létesítmények kialakítására, amelyre több milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. Fejlesztési forrásokból nem csak általában áldozunk a bölcsődei óvodai férőhelyeknek a fejlesztésére, a rendbehozására vagy újak létesítésére, hanem kifejezetten vannak mini bölcsödék létrehozását támogató programjaink, kifejezetten vannak munkahelyi bölcsödék létrehozását támogató programjaink, és az óvodáknak a fejlesztésére is ennek a 100 milliárd forintos összegnek a jelentős részét tudjuk forrásolni. A nyíregyházi beruházást a belügyminisztérium több mint 142 millió forinttal támogatja, amelyhez 72 millió forint pályázati forrás társul. Az önkormányzati önerővel együtt így összesen közel 320 millió forintból épül az intézmény. Az építkezésen egy időkapszulát is elhelyeztek, és az új óvoda alapkövét is lerakták kedd délelőtt. Császárbajszú, tamarin ikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A csöpségek idejük nagy részét még anyjuk hátán töltik, de a csapat minden tagja besegít a nevelésükbe, még az apróságok hordozását is átvállalják. Az éles szemű látogatók már felfedezhetik a nyíregyházi állatpark Viktória házában a császárbajszú tamarin ikreket, habár meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben csoportokban élnek, és főképp a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A nyíregyházi állatparkban a két apróság világra jöttével 8 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. A kackiás bajusszal rendelkező tamarin ikreket már a látogatók is megtekinthetik. Őrült tempóban gyarapszanak egyébként, és éppen ezért az anyának most már hatalmas testsúlyt kell elbírnia, hiszen a kicsik összesúlya körülbelül akkora, mint egy felnőtt egyedi. Éppen ezért az anyaállat sem bánja, ha olykor a csapat többi tagja átveszi a kicsik hordozását, és tehermentesítik őt. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt II. Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek. A hosszú, lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császári. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmos majom féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották, és kíméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket. A nyári holtszezonban megszokott módon nagy üzem van az MLS megyei igazgatóságán. A nevezési határidő július 7-én jár le, az átigazolási időszak pedig augusztus 31-éig tart. A 2017-2018-as szezon augusztus 5-én a Magyar Kupa selejtezőjével rajtol, a bajnokság pedig az augusztus 12-13-ai hétvégén kezdődik. A megyebeli futballcsapatok közül néhány már elkezdte a felkészülést, de a többség még a pihenőjét tölti. A szövetség megyei igazgatóságán viszont ilyenkor a legtöbb a tennivaló, a nevezési határidő a végéhez közeledik, lassan összeáll, hogy a megyei első osztályban, a másodosztály 3 csoportjában és a harmadosztály 5 csoportjában mely csapatok alkotják majd a mezőnyt. Július 7-e péntek délig várjuk a nevezési dokumentációkat, amelyet vagy személyesen kell behozni a megyei igazgatóságra, vagy postai úton, hiszen ez több dokumentumból áll, illetve mindenket alá kell írni, le kell pecsételni. Lassan csorognak be a nevezések, de igazából az elmúlt években is úgy volt, az utolsó hét az, amikor igazából a csapatok eszmélnek, és akkor szokott az lenni, hogy elég sokan érkeznek és adják le a nevezésüket. Várunk az elmúlt évekhez hasonlóan ilyen 120-130 csapat körüli létszámot. Én úgy gondolom, hogy komolyabb elmozdulás ebben
a számban nem lesz, természetesen a bajnokságaink felépítésében sem, tehát egy 16 fős megye első osztály lesz, 3x16 fős megye másodosztály, amelyet területi alapon osztunk be, ezt majd ugye egyértelműen csak a nevezések után fogjuk tudni megtenni, és hát 5x12-13 fős megyei harmadosztályra gondolkodunk, ez természetesen a nevező csapatoktól függ, itt változhat esetleg a csoportok létszáma attól függően, hogy kevesebb vagy több csapat fog nevezni. A szurkolók számára a legtöbb érdekességet, a sportvezetők számára pedig a legtöbb munkát minden nyáron az átigazolási időszak tartogatja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindig nagyon mozgalmas a nyári átigazolási időszak, ilyenkor azért rengeteg csapatnál kicserélődik szinte az egész, vagy legalábbis a fél játékos keret. Július 1-jében indult szombati nappal, tehát akkor már az IFA, az Integrált Futball Alkalmazás nevű programban már tudják feltölteni a csapatvezetők az átigazolási kérelmeket. A legfontosabb változás az, hogy amit idén januárban bevezetett az MLS, tehát az Integrált Futball Alkalmazás nevű programba kell az átigazolásokat is elkezdeni a csapatok elektronikus ügyintézőjének, tehát nem hozzánk kell berohangálni a papírokkal, hanem mindent oda fel kell tölteni, és akkor utána majd az ügyintézőink tudják ugye szintén az interneten keresztül megoldani ezt az átigazolást, és majd csak a versenyengedélyért kell érkezni. Egyébként különösebben nagy változás nincsen. Július hónapban ugye szabadon igazolható a játékos, ez azt jelenti, hogy nem kell az átadóklub beleegyezése, elég a labdarúgónak lenyilatkozni azt, hogy nem kíván tovább itt futballozni ebben az egyesületben, és ezt a nyilatkozatot elküldeni az egyesületnek, illetve feltölteni ebbe az IFA rendszerbe. Augusztusban viszont már csak úgy tud átigazolni a játékos, hogyha az átadóklub is aláírja az átigazolási papírt. Ami nagyon fontos még, hogy nyáron akár júliusban, akár augusztusban a működési költségtérítés fennáll, tehát 19 éven aluli labdarúgót csak és kizárólag úgy tudnak igazolni, hogyha a működési költségtérítés minimum összegét kifizeti az egyik klub a másiknak. Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart, szeptemberben már csak az válthat csapatot, aki lakóhelyet is vált. A megyei futballszezon augusztus 5-én a Magyar Kupa selejtezőivel rajtol, a bajnokság pedig az augusztus 12-13-ai hétvégén kezdődik. Az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni tornától Fucsovics Márton. A világranglista 109. helyén álló nyíregyházi teniszező 6-4-6-2-re kikapott a 16. helyen kiemelt luxemburgi Gilles Müllertől. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Megjelentek a határon átívelő uniós programok pályázati felhívásai az úgynevezett ENI programban. A Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna közös gazdasági, szociális, környezetvédelmi és kommunikációs fejlesztéseit szolgáló keret 73,9 millió euró ebben az uniós ciklusban. A pályázati lehetőségekről a határmenti térségekben tartanak tájékoztató előadásokat. Ma Nyíregyházán, a Megyeházán ismertették a pályázati csomagot. Az országban elsők között Tiszavasváriban is működik ezentúl NAV ügyfélszolgálat a kormányablakban. Az állampolgárok jelenleg már több mint 1500 ügykörben járhatnak el, ehhez kapcsolódik ezentúl további 89 adóhatósági ügytípus. Tiszavasváriban hetente 3x4 órában várják majd az ügyfeleket. Egészségügyi felszereléseket kapott ma az ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezete. Az eszközök Bajorországból egy kárpátaljai származású orvosprofesszor segítségével érkeztek. A felszereléseket 13 megyei kórház között osztják majd szét. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 4-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is többnyire napos időre lehet számítani. Észak felől változó nedvességtartalmú, szerdán a mainál melegebb levegő érkezik fölénk. Az éjszaka folyamán derült, legfeljebb gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap gomoly felhős, napos idő várható, napközben nem valószínű csapadék, de estétől eső, zápor előfordulhat. A nyugatias szél időnként megélénkül, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatásra kell számítani térségünkben. Extrém erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. A következő napokban napos, meleg nyári időben lesz részünk, csütörtökön és pénteken helyenként záporokkal, egy-egy zivatarral. A jövő hét elején tetőzik a kánikula, amit a kedden záporok, zivatarok kíséretében érkező hideg front enyhít majd. A front átvonulását követően változékony, de meleg nyári idő lesz.